Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az a Légy. Elérkeztünk a harmadik szobáig, a Crash Bandicoot Wrath of Cortex végigjátszásunkban. Ebben a videóban a 11-től a 15. pályáig fogom megszerezni a kristályokat, és utána pedig legyőzni a fő ellenséget. Vágjunk is bele, 11. pálya Gauntlet. I realize my brethren have had some trouble with you, my little orange friend, but I'm not quite sure why. Is it getting hot in here? Is it safe to be wearing that fur? It looks flammable! Okay, szóval itt vagyunk a pályán. Hát az olyasminek tűnik, mint az a lovagos, varázslós pálya. Ja, igen, megint ott egy lovag, akkor most már itt van. De már megvan a képességünk, a dupla ugrás, úgyhogy ez majd sokat fog segíteni, úgy gondolom. Majd megint lesz egy sárkány itt, ami üldöz. Meglátjuk. 136 doboz kell összetörni. Na, ezt el is tudom pörögni. Jöhet, aku, azt pedig nem fogok végig patogni rajta, az elég sokáig tartana. Ott lenyílanak ezek a fadarabok, úgyhogy óvatosan kell ott közlekedni. Itt mi lesz? Azt hittem nitrók lesznek, de nem. Ezek mindegyike kemény beton. Ha lehet ilyet mondani. Itt van még egy lovag. Milyen meleg van itt. A tűzelementál pályái következnek most. Jó, itt a checkpoint. Most jön a 2D-s akció, hogy jobbra. Tipikus crash, hoppá. Csak ott van fent egy. Hát nem sikerült a maszkot ott megszerezni, pedig az váltogatós doboz volt. De ettől függetlenül még... minden rendben van. Ups, vagy mégsem. Nem gondoltam volna, hogy el fog menni. Arra gondoltam, hogyha... oda most le lehet esni, azért van ott. Ó, igen. Ó, de nem esik teljesen le. Alatta van valami? Ja, van. Csak alig látszik. Szóval ott arra gondoltam, ha ráugrok, akkor el fog tűnni. De arra nem gondoltam, hogy mozog. Öreg hiba, pedig a platformozásnál lehet ilyesmire számítani. Ups, nem csak fel akartam oda. Valami nincs ott még semmi, jó, nincs más. De ezek erősen megszúrhatnának, de nem fognak. Ez eltűnt, de nem is kell. Nézzük csak itt balra. Semmi. Jó. Semmi, akkor semmi. Ott egy doboz, alatta ott nitrók. Várom, még lejön az a platform, így. Oké. Okay. Hát ott egy élet, azt megszerezhetném igazán. Meg is van. Utána pedig... oké, okay, TNT megvan. Aztán itt kell óvatosnak lenni, nem tudom, mi van oda elrejtve hátra. Jó, nem. Csak szokott olyan trükk lenni, hogy nitro van ott a dobozok alatt, és ahogy beletúrok egy ilyen nagy csúszást, akkor fel is robbanak. De most szerencsére ez nem történt meg. Na, szerezzük meg azt az életet is. Hú, 71-nél tartok. Elég sok. Oh, itt a bónusz pálya. Oké, okay. Ez jó lesz, nézzük, csak 35 doboz kell összetörni, hát itt vannak a nitrók, így azokat nem tudom most összetörni. De ezt össze kell, ezt a nyilas dobozt, amelyik nem lehet pattogni. Hopp, felugrok. Itt van valami, nem csak TNT-k, azok mindegyike fel fog robbanni. Aha, most nincs, a bumpa maradt ott, de hát nem tartom most fontosnak. Hűha, na itt ötösével kell számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ja, és az az utolsó. Rendben, megvan az összes. Hú, itt végig kell ugrani. Hopp, azaz, jól van. Hú, na jól van, hajrá, Peti. Oké, okay, egy ugrás, kettő. Ó, de milyen kicsit ugrik? Na, aztán jó. Gondolom az a maradék 6 darab, az mindegyike a nitró. 2-4 nitró van ott, meg még 2, az pont 6, jó, akkor azok a nitrók voltak, amik itt kimaradtak rendben. Megvan az összes akkor. Most pedig itt a checkpoint, itt jobbra. Más nem volt. Na nézzük ezeket az akadályokat. Hát, legugolok és kúszok, akkor talán nem fog elcsapni egyik se. Aha, igen, ez így van. Megy elmegy, jó. Itt pedig a guggolás kilőve, itt az átugrás segít.
pedig újra guggolás, csak előtte itt van ez a csapda. Ups. Jó. Gyorsan kellett lennem, és sikeresen meg is oldottam azt. Ott egy maszk. De arra rá kellene ugrani, arra a betonra ott. Ez az. Jó. Ups. Azaz. Jó, nem tudom, most guggoljak le, hogy sem. Ha, itt van a halál platform. Jó. Na nézzük, a halálos csapdák most következnek. A halál platform, itt van. Húha, ez a penge. Ez el fog csapni a guggolva, marad? Ó, nem. Nagyszerű. Ez megkönnyíti a dolgom. Mert így akkor végig tudnék így mászni, vagy kúszni inkább. De talán inkább a csúszást használom, azzal gyorsabban előrébb haladok. Jó. Ott oldalt ott vannak a nitrók. Hát igen, azok megakadályozzák azt, hogy én ott oldalt kikerüljem a csapdákat, ezeket az akadályokat. Így van, itt forró lehet a talaj, úgyhogy ne essünk le. Ha nézzük, a ráugruk, akkor itt marad, jó. Ez már nem. Jól van, ezt tartsuk kézbe. És kész vagyunk, rendben. Megvan ez a lila drágakő, oda jó hangja volt. Na, de megyünk vissza a pályára. Meg pedig úgy, hogy itt leugrok. És itt vagyunk a checkpontnál. Nagyszerű, akkor innen folytatjuk a játékot. Már ott van nálunk az a drágakő. Hú, hát eléggé visszakerültem, nem? Ó, nem ezt akartam, hanem csúszva ugrani, de nem jött össze. Semmi gond. A lényeg, hogy szerintem újra sikerülni fog az, ami már eddig sikerült. Jó, csúszunk. Ja, hát nem kerültem annyira vissza. Hát nem tudtam felállni, mert itt van a platform, ahol elhagytam a fő pályát. De akkor most vissza ide a kétdimenziós mászkáláshoz. Itt aztán nem spórolnak az élete. Alul is, meg felül is. Hoppá! Ja, hogy nem mentem alul, mert ez a varázsló engem ott eltalált volna, talán, nem biztos. De ahogy láttam, hogy itt átcsúsztam volna, és akkor jött volna felém egy varázslat. Úgy láttam minden esetre. TNT. Jó, itt van a maszk. Ez segít, bunga, gyere, aku. Hé, na, az most engem meg tud sérteni, vagy nem ott a parázsa, hogy kijön. Úgy tűnik, nem. Ott fent valami, nem. Azt a maszkot összegyűjteni. Ha, ott nem áll, én ezt nem is pörögtem. Ja. Én csak az élet. Nagyszerű. Mind a kettő TNT-sök beindítottam. Fel is robban, jó. Majdnem eltolt. Itt megvárjuk, jó. Ez az 77 élet. Ne! Estem le. Ajaj, nekem ez nem tetszik. Oda fel kellene jutni. Ja, jó, fel sikerül feljutni. Azt hittem, hogy baj lesz ebből, de nem. Oké. Itt alatt csak átcsúszok. Hopszi. Ja, az időm le van zárva, és nem tudok tovább haladni. Na jó, megvan akkor. Drágakő, lila drágakő és a kristály is. Szuper. Így van. Mind a három dolog megvan. Már csak a relikvia kell lesz, de majd később visszatérek arra rá. Jött a 12-es pálya. Cunami. Újra Coco Bandicoot-tal vagyunk itt. 101. Doboz kell összetörni. Ó, ezeket a hordókat, na azokat nem lehet összetörni. Wow, milyen helyen vagyunk itt. Oké, nézzük csak oda fel. Itt volt a hordát, ezek a dobozok. Jó. Azokat a árnyék jeleket nehezen lehet észrevenni. Tehát, hogy a felkiáltó jeles hova fogja tenni a dobozokat, azokat nehezen lesz észre amúgy. Lehet csak én vagyok így, tehát a körberajzolását a dobozoknak. Na nézzük. Hopp. Hűha. Ide felugrok. 1, 2, 3, 4, 5. Hú, tényleg Kokónak is megvan a dupla ugrás? 1, 2, 1, 2, nincsen dupla ugrás Kokónak. Ez kár. De hát, legalább ezt most már tudom, csúszás sincs. Ja igen, hát azt már megnéztem, hogy mi van, meg mi nincs. Ja. Húha, ninja. Vissza. Ahogy itt a checkpoint, ez segít. Abba, hogy vissza tudjak jönni, ha már is itt a bounce pályára, odafent ott van. Várjunk csak ezzel a rugással.
Csak a legalsó, de jó, és a TNT... az most már elkezdődött. Ó, sikerült felvenni az arany maszkot. Hé, és még most is megy, hiába a bónusz pályán vagyok. Hát a zenéje hiányzik amúgy. Na, felérek odáig, hopsz. Bóna hopsz, jó, felértem. Ezt felrobbanthatom akkor. Igen. Dur. Oké. Na itt egyre ráugrok, és futás. Felrobban az összes. Itt is egyre ugrok, jó. Na, ez most mit fog tenni? Hát itt csak a legalsót, így. És akkor ott lesz fölötte, aha. Jó. Erre egyet ugrunk, a másikra ötöt. Egy, kettő, három, négy, ötödiknél tovább. Egy, egy, kettő, négy, öt. Itt ugrok egyet, ez pedig majd felrobbantja. Jó, hát maradt még hátra 7 doboz itt a bonus pályán, de szerintem, hát, szerintem az meg volt az összes. Jó, akkor haladhatunk tovább. És dur. Jó. Hűha. Ott hátul. Ott hátul ott van. Ó, az ott maradt biztos a bónusz pályán. Na jó, visszabetöltem a pályát. Nézzetek oda! Hogyha nagyon odafigyeltek, akkor észreveszitek, hogy itt a TNT-k alatt majd lesznek újabb dobozok. De hát, nem vettem észre, pedig pont szerintem beszéltem arról, hogy milyen nehezen észrevehető az. És bum, az a felkiáltójel oda tette ezt a hármat, szóval ja. Ezért maradt az ki nekem. Na nézzük, felrobbannak-e. De mind a kettő felrobbant, egyszerű. Most már akkor innen folytathatom a végigjátszást. Oké, végeztem. Na mindjárt megyek a rollerhez. És ott hátul most már nincs ott. Oké. Hú! Oké, jól van. De legalább rájöttem, hogy ott van. Na nézzük ezt a rollerezést. Hú! Jöhet Kokó és a roller. Hú! Meg a cunami. Hú! Azt a menekülés. Amilyen gyorsan csak tudunk. Menjünk. Na hát, meg lesz ez. A dobozokat összetörjük, ha bár a cunaminak elvileg össze kellene törnie, például jobb oldalt. Hát szerintem összetörte, ott volt egy élet, az igaz, de legalább a doboz összetört. Mert itt volt a cunami, hú, hát egy maszknak annyi, azt összetörte. Hát remélem, nem meglátjuk ezt, ezt, jó. Nézzük még. Van itt, jön? Ó, és már hallom a pálya végét. Jó, hallottam, checkpoint. És itt a pálya vége, na nézzük csak. Aha, megvan. Megvan a drágakő és a kristály, de itt van a kék drágakő, amit az első pályán megszereztem. Ez most kinyit egy új utat számomra, ami egy nagy-nagy kihívás lesz. Általában ilyenek szoktak ezek lenni. És akkor lesz még egy drágakő itt ezen a úton. Nos, akkor mehetnek az ugrálgatások. Ezek le fognak sírni. Jó, nem? Na, menjünk, húruk. Úha! Éppen, hogy rá tudok érni. Ezekre. Jó, nézzük a betonra. Ó, hát ez nem könnyű. De a lényeg, eddig, azt a, eddig jól megy. Ezt most komolyan gondolják? Ugorjak oda, onnan meg. Innen teljesen jobbra, fú. Hopp, ide, azaz, oda, dúd. Aztán, ez nem volt könnyű, az biztos. És innen most mit volna? Innen nem lehet odáig elugorni. Itt most mi a teendő? Aha, valaki, segítség. Ó, gondolom az volt, hogy én itt a nitrósokat felrobbantottam. És hogyha felrobbantom a nitrókat, akkor bizony ott eltűnnek azok a nitrók. És ami azt jelenti, hogy már nem voltak ott, ezért nem tudok ráugrani a dobozokra. Na meglátjuk, hogy most ott lesznek-e. Oké, már látom, ott vannak a nitrók. Na, itt vagyok, most akkor jöhet az. Egy, kettő, három. Nagyszerű. Hú, jöhet a második. Egy, kettő. Hú, és még kettő ugrás van ott. Ha, ez nagyon nehéz lesz. Egy, kettő, bum! Ez az, megvan mind a három. Megbizony, ez az. Hú, hát ez nem volt könnyű, de a lényeg, hogy megvan mind a három gyűjteni való. Már csak a relikvia kell lesz, de azt tudjátok, hogy lesz. Következő pálya, Smokey and the Bandicoot. I have a taste for some deep fried bandicoot. 5. Ajaj, verseny lesz. 4, 3, 2, 1. Itt van a Crash Team Racing. Crash 4-be. Na jó, hát ez nem. Ez ilyen jeepes. Ennyi, 34 doboz. És elsőnek is kell lenni. Na jó, hajrá.
Hát egy boost. Oh, na, hey! Hát ez mi volt? Hát ez mi volt? Hajrá, próbálkozzunk meg megint. Mert hát ezek úgy lelöktek, de nem tréfálnak ezek a Tiny Tigerök, meg Engine-ek, meg kik vannak még itt. Na most, úgy bizony, jó volt. Második hely a zsebbe. Wow! Oké, ez nem lesz olyan könnyű, mint gondoltam. Na, próbálkozzunk inkább egy olyannal, hogy először csak simán elsőjű leszek, mert hát az irányítás nem a legkönnyebb, úgyhogy örülök, hogyha sikerül legyőznem őket. Majd utána visszajövök a drága kövért, mert úgy érzem, hogy ez nem fog menni egyszerre a kettő. Ez nem olyan, mint a Crash 3-ban motoros pályák, ott azért úgy voltak elhelyezve a dobozok, hogy elég könnyen fel lehetett szedni. Plusz az irányítás sokkal könnyebb volt, nem volt ilyen csúszós jeep, vagy ilyen driftelés. De hát elég nehéz kordába tartani a járgányt, viszont nem panaszkodom. Azért jó kis dolog volt ez, hogy ezt beletették, nem rossz ötlet. Úgyhogy már is megyek el is. Ups, első hely. Megpróbáljuk megnyerni ezt. Jó, ne! Na azt, amit jártam előzőleg is valahol. Hídon túl. Talán igen. Hát itt vagyok most második helyen. Na vagy itt előztem meg? Na, nem baj. Lényeg, hogy már nagyon közel járok. De azt lenne jó tudni, hogy ez tényleg körverseny, vagy pedig csak simán megyünk egyetlen egy kör. Vagy ez akkor azt lenne jó tudni, hogy hány körös ez a verseny. Ó, ne! Ó, már megint! Ó, most jól eljöttem már a verseny elején. De hát ezt könnyen el tudom rontani, ha így vezetek. A lényeg, hogy úgy leellőzzük az elsőt, hogy már nem tud nekünk jönni és küldösni. Ó, oh, igen, yes. Ó, oh, de szép volt, Peti. Nyarrébb, idejébb, csak annyira, hogy el tudjuk menni. Ez az. Hoppó, első hely, most már csak tartsuk meg. Tartsuk meg, nem igaz! Entropy van benne, entropy. Jó, oké. Most már tudom, hogy ki az a piros kocsis. Wow! Ez az, most már eljöttem egészen előre. Csak meg kellene tartani az első helyet, de tényleg most már senki nincs itt mögöttem, sem elejöttem, mellettem se lögdösnek. Most már csak annyi a lényeg, hogy bent tartsam, de milyen rossz az irányítás, ez a csúszkál ez az egész. Jó, és itt a vég a pályának, hú, mennyi doboz, csak 13-14, megvan a kristály, óha. Hát megvan a kristály, de ez még kevés. Visszamegyek gyorsan a drága kövét. Itt most várok egy kicsit, hadd menjenek el. A relikviát nem szerzem most meg, mert össze akarom törni az összes dobozt, és ez elég lassú lesz, tehát itt csak így nekik megyek óvatosan, és jövök a következő felé megint lassan. Szóval ja, ezt itt összevágom, mert elég uncsi lesz, hogy én itt szórakozok ezzel a jeep-el. De hát nem olyan könnyű az irányítása, és nem akarok egyet se otthagyni, mert hát ez csak egy ilyen egykörös verseny, nem lehet még egyszer jönni, ez a baj igazából. Na jó, hajrá Peti! És itt az utolsó, ők meg ott várnak rám, hogy hey, Crash, mikor jössz már? Na jó van, de legalább megvan a drága kely. Sziasztok, megjöttem. Bum! Jó, hát ez nem volt könnyű, de a lényeg. Lényeg, hogy megvan a kristály és a drága kely, és a relikviáért majd visszajövök később. 14-es pálya következik Eskimo-ról. Az Eskimo-ról. Az Eskimo gurulgatás. Ohohoho. Na, guruljunk valamire. Oké. Okay. Oda fel, vissza már ne guruljunk, hanem haladjunk előre, hűha. Már komolyabb pályának tűnik, mint az előző. Erre még van valami? Úgy tűnik, nem? Nézzük. Egyrészt 82 doboz kell majd összetörni. Az nem olyan vészes. De ez már vészesebb. Igaz, Crash? Kapaszkodj, le ne csúsz oda! Hú, ez az? Nyomjad? Az szép. Ho-ho-ho, ki van az? Tiny Tiger, mit keres itt? Nem fázol. Na jó van. Hogy le akar már lökni engem? Ott járkált oda, ahol én voltam. Ó, azt a pingvint is elküldtem. Melegebb éghajlatra. Biztos most már nem fog fázni. Jó. Nézzük a checkpontot, nem hagyom ott, hanem jövök vissza. Így né, megvan. Checkpont. Oké, okay, ez megvan. Menjünk, kövessük a bumpát. Oh, de nem olyan gyorsan.
Jó. Ez így csak meg. Volt még kettő erre. Hú. Jó, annyira ne nézzünk arra. Mert akkor beleesetek oda. Hú, itt egy doboz. Nem hagyunk itt egyet se remélhetőleg. Hanem összegyűjtem mindegyiket. Vagy hát töröm inkább. Hú, nitrók is vannak. Egy-kettő ott. Nézzük. Hú, a pingvin. Mit akar csinálni? Csak nem pörögni. Ó, de hagy nem. Na jó, hagyjuk ott. Mi haladunk tovább. Óvatosan. Befelé. Ú, TNT, az nem kell. Hát. Most, ó, itt van egy élet. Jó, ez megvan. Erre van még valami? Hallom valami lövöldözgetés, de... Ki és miért lövöldöz ennyire? Húha. Majd mindjárt meglátjuk, hogy ki az. De fegyvere van és nem fél használni. Csak erre itt összetörném a dobozokat. Na ki az? Ó, oh, Dingodile. Ha, Crash 3-ba. Hasonló lövéseket intézett felém. De legyőztük. Jó, egy újabb checkpoint. Fú, jó van, itt a doboz. Jó. Arra a nitro. Akkor arra nem megyek. Amit jövök. Tovább. Oké. Ott a platformokon. Hú, ezek már nem mozognak. Hú, itt ki van. Hú, még egy dingo. Ha! Van a Cortex laborjában milyen szörnyű klónozási kísérletek mentek. Hát de úgy tűnik, hogy az már nem kísérlet, hanem valóság, mert sikeres volt. Sőt, itt van még egy dingo. Az volt, azt hiszem. Még egy, várj, ne olyan gyorsan, mert még lehetnek dobozok. Aha. Van egy, jó. Most pedig, hűha. Erre, ja, itt át kell ezen menni. Jó, gyerünk. Így. Erre lesznek, nem lesznek. Hűha, na itt aztán van nagy mozgás. Hú, vissza. Nagyon gyorsan. Ott lesz majd egy élet. Aha. Jó, jó. Akkor majd arra veszem az irányomat. Szerintem ez a platform elvisz majd oda, és összetöröm azt az egyet, mennyinél tartok, 55-nél. Hát nem tudom, mennyi van még hátra a pályából, de reménykedem, hogy, hogy meg lesz minden. Hűha. Nem akarok leesni. Nem, ezek után már nem akarok. Amennyi mindenen én már keresztül mentem. Hú, és itt a checkpoint. Hú. Na, várjunk csak. Itt mi van? Ez itt mi? Ez ide lejövök. Hú, azt a mindenit. Ez aztán rendesen kilőtt. És ez is úgy ki fog lőni. Ja, ha, hogy nem annyira. Na, gyerünk. Hú, szép volt. Entropit így elkerültük. Hűha, na de ide meg leestem. Most innen hogy menjek vissza? Ja, aha, értem. Szóval ez egy olyan dolog, ami segít abban, hogy vissza felkerülje. Itt legalább így nem haltam meg. De itt meg nem tudok most így kimenni. Na vissza. Így né. Kilövöm magam, jó. És ha visszajövök idáig, itt már nem hagytam egyetlen egy dobos sem, igaz? Jó. Ha még jobbra egy. És ott a másik oldalt szembe. A nitro itt most elég sok volt, ami megakadályozott a nyugis mozgásba. De... gond... nagyon gyorsan. Ó, és ez itt felrobbantja őket. Jó. Aztán mennyi van? Még kettő doboz hiányzik. És az meg is van. Egy, kettő. Rendben van. Itt van. Drága kő, és hol a pálya vége? Még oda beleesetek. Itt a pálya vége? Jó, jó. Hú, oké, sikerült. Jól van. Megvan akkor a kristály és drága kő is. Szuper. Jöhet a következő pálya. Fahrenheit Frenzy. Hope you brought your sunscreen, cause you're gonna burn! Ó, hogy kezdődik ez a pálya? Jetpack? Hűha. Hát ezzel hogy kell? Oké. Rögni. Csű, hát ez nem lesz könnyű, de... Wow! Változatosabb teszi a játékot, az biztos. És
lenne, hogy itt hagyjak egy zenei doboz. Ha mindig ez van, jól van, akkor úgy tűnik, hogy most ilyen lesz. Hát ez a Crash 2 idézi számomra, de mondjuk ez nem jetpack, hogyha jobban megnézem, hanem egy ilyen helikopter féleség, ilyen hátikopter. Ó, tök jó amúgy. Jó, de most jönnek már az akadályok majd a checkpoint után. Na, azok már nem lesznek könnyik, úgy gondolom. Habár, elég ügyes vagyok. De ez a vörös szín, ebben könnyen beleolvadnak a dobozok, és nehezen veszem észre őket. Nem mintha így kifogásokat keresnék, csak mondom. Ezért ez nem könnyíti meg a dolgomat. De ettől függetlenül törekszem rá, hogy meg legyen az összes. Nézzük, hát itt most csak akadályokat látok. Föl. Jó. Ma fog még a zene is ilyen sejtelmes. Jó, oké. Okay. Még most már ledobom? Nem. Nem dobjuk le a koptert, hanem megyünk tovább. Milyen szúnyog hangja van ennek. Jó, oké, okay, jól megy. Nézzük. Meg kell válni. Most haladjunk előre. Jól van. Szuper. Na itt fogjuk ledobni. Jól van. És akkor itt van a checkpoint. Hát ez tök jó bevezetés volt. Na, itt vagyunk akkor a platform résznél. Nem rossz. Jó kis bevezetés volt. Tényleg ez tetszik a játékban, hogy csinál ilyeneket, hogy elkezdjük valahogy valami járművel, vagy hát az a H2O, oh no, annál a pályánál volt az, hogy kezdtük a víz alatt, és utána pedig jöttünk platformozni. Azt szerintem tök jó ötlet volt. Nézzük ezt a TNT-t. Felrobbantja a nitrókat. Utána pedig én ezeket összetöröm. Bum, így. Aztán ott egy felkiáltójá. Az mit fog? Oh, azokat a nitrókat. Hát, azok szerintem nem zavarnak sok vizet, mert itt elmegy mellette. Oda fent egy élet. Csak ráugrik ide, ide, és bum! Ha! Szép volt. Oké. Okay. Nézzük itt oldalt. Elmegyek. Átugrom a... Ó, várjunk csak. Az ott micsoda. Ott van egy olyan doboz. Tehát az ikon a Crash Team Racingből nekem rémlik a láthatatlanság. Ez is doboz. 45-46. Ó, és tényleg láthatatlan vagyok. Na hát. Milyen menek. Ú, de ez csak eddig tartott. Úgyhogy... Ezt törjük össze. Jó. Tehát jövök. Tyú, na jól van, megvan. Jó, itt a checkpoint. Fú, nem volt könnyű ez a platformozás. Ez itt micsoda. Jó, egy, kettő, három. Fent három is volt. Jó. A lényeg, hogy megvan az összes. Itt is. Három kicsit. Ez az. De fent semmi. Jó, van. Ó, oh, bónusz pálya. Jöhet. Hú. Ez tök jó volt eddig. Ez már keményebb ez a pálya. A felkiáltója nekem a TNT-re kell ráugorni. Jó, TNT megvan, nitrókat felrobbantja, az pedig aktiválja a felkiáltójelet. Nagyszerű. Vannak még TNT-k, egy élet itt. Hova. De sejten, nyugi, lassan. Oké, itt óvatosan lejövünk. Oké, tovább megyünk ezzel a lopakodó üzemmóddal. Húha. Csak ide, ide, jó. Na, hát a nitrók, ha felrobbannak, akkor felrobbantják majd ezt az életet is. Igaz? Szerintem az úgy meg lesz oldva. Na nézzük innen, csúszás, ugrás, jó. Megvan a TNT. Mindjárt felrobbantja, és oké, okay, túléltem. Megvannak ezek is, nagyszerű. Itt fent, hát, még egyet. Egy, kettő, három, négy, öt, alatta, ja, ez egy sima ilyesmi. Jól van, hát oda, meg néha tudok ugorni. Hát oda, meg vissza. Jól van, akkor ez így megvolt. És maradt még ott. Mennyi? 29/43. Te szórkozol vele? 14 maradt ott. Hát gondolom, attól mi megvolt. Ahoná, hogy már úgy járjak, mint a cunaminál. Tényleg olyan sok nitrós ott volt. Hát, majd meglátjuk. A pálya végén, én minden esetre törekedtem, hogy minden meglegyen. Na nézzük, haladjunk tovább, hogy állunk egyébként. 86, 147, hát kicsit aggódom, de hát most meglátjuk. Én törekedtem arra, hogy
hogy meglegyen minden, wow! A Bandicoot csontváz, nézzétek! Sunnyog, sunnyog! Tök menő. Szeretem úgy pörögni. Gyerünk. Mondom, gyerünk. Oké, meg vagyunk ezzel. Az a tök király. Az a tök király amúgy. Na jól van. Akkor haladjunk, hopp-hopp. Elpörög le, vagy nem. Kicsit mellé mentem. Gyerünk. Maszk ilyen. Kár, hogy neki nincs olyan csontváz. Jól van, és vissza. Ez kemény volt. Hú, még egy checkpoint. Bár itt nem hagytam egy semmit oldalt. Ah, nincsen szerintem semmi. Jó, checkpoint megvan. Akkor mehetünk tovább. Húha, oda kell lesz a felkiáltójá. Nézzük mi az. Mondom, nézzük mi az. Ah, semmi nitro vagy TNT. Kristály megvan. Hú, láthatatlan vagyok. Egy darabig. Ja, egy felég volt. Jó. Aztán hát, ott a pálya vége, oké. Most már csak mennyi kell, hogy ezt elpörögjem. És egy ott maradt valahol! Nem igaz, hol maradt ott egy? Haha! Hát ezt nem hiszem el. Ó, most komolyan, egyetlen egy. És most pedig megvan. Nem hiszem el. Akkor hol hagytam ott? Pedig ugyanúgy mentem végig a pályán át. Remélem, ahogy visszanézem majd a videót, akkor majd látni fogom, hogy hol hagytam ki, és rá tudok mutatni. Ó, oh, igen, azt fejhájtettem el. Valahogy ott maradt, igen. De a lényeg, hogy megvan akkor a drága kő is. És a kristály is mehetünk. Oké, tehát kész vagyunk a 15-ös pályával is. Kristály drága kő a zsebbe, szóval következhet a főellenség harc. Crash is, tűes is. Ah, the triumphant hero Crash, reduced to a pile of smoldering ash. Let's finish this. Szóval ott van Crunch, tűzelementál segít neki. Hú, mi pedig menekülünk előle, mert ja, el akar minket kapni, de nem elég, hogy el akar minket kapni. Dobál minket ilyen nagy sziklákkal, amik... Hú, már nincs csak... amik lángra gyúlnak, de most itt vagyunk egy ilyen gépbe, ezzel pedig. Ó, ez az. Tudunk spriccolni a vizet. És le is ment az élete, úgyhogy ez jó. Szóval egy harmad élete ment, oké. Okay. Jön a következő menet. Ugyanúgy menekülünk előre. Hát a dupla ugrásnak köszönhetően. Nagy gondom nem lesz, csak akkor, hogyha gyorsan dobálja a köveket. Igen, lehet akkor. Ja, ugrálok, épp akkor esek le, amikor jön a következő szikla. Ott el van, itt van a gép. Ő elfáradt, megfordulok, és... Oh, ki kell kerülnem, gondolom azokat. Ki kerülöm. Ja. Tehát már... Na, ez az jó, sikerült. Éppen, hogy eltaláltam a végén. Oké, okay, akkor már csak egy alkalommal kell visszafordulni. Gondolom. Úha! Most amiket dobozom, a ketté válik. Vagy nem mindegyik, ahogy látom. Hűha! Most milyen messzire kellett hátra szaladni. Oké, okay, hát ez nem volt jó. Nem jó nyomtam meg a kört és a keresztet. Na, kapjuk el. Most már úgy dobálja, hogy... de ez az! Sikerült. Meg vagyunk. Hey! És mi még szaladunk, mert ott van egy újabb képesség, amit a főellenség legyőzése miatt kaptunk meg. Ha jól látom, ez a tornádó pörgés lesz. Igen, a Death Tornado Spin. Halálos tornádó pörgés. Hogyha a négyzetet egymás után nyomogatom, akkor nagyon sokat lehet törögni. Oké, okay, kész vagyunk. Hát jó volt az a kis járkány, de nézzük a tornádó pörgést. Ha négyzetet nyomogatom, akkor ilyen sokáig tudunk pörögni, de ez nem csak akkor jó, amikor a földön megyünk és akkor az ellenfeleket elpörögjük, hanem akkor is, amikor a levegőben vagyunk és tovább akarunk a levegőben maradni. Szóval ilyen nagy távolságokat át tudunk szinte repülni. Na jó van. Cortex! Why is that mindless marsupial still collecting those crystals? He's defeated Rocco and Wawa!
I'm beginning to question the value of your super weapon! I don't need another mask's help. I could take this crash punk out with my metal arm tied behind my back. Oh, Crunch. Stop being silly. Uka, he will use the elemental masks. No need for you to lose any beauty sleep. Tehát akkor feloldottuk most a következő szobát, az ez lesz. Hát, amint látjátok, elég hűvöcske is lesz a hangulat. De ezt a következő videóban láthatjátok, remélem tetszett nektek ez is. 37%-nál tartunk, 15 kristály van a tarsolyomban és 19 drágakő. Találkozunk legközelebb.